Köszöntöm Önöket! Ez itt a Dikh TV új műsora, a Jazz Club. Ez a műsor azoknak szól, akik nagyon szeretik a jazz zenét, illetve azoknak is, akik most ismerkednek ezzel a műfajjal. A ma esti első vendégem a Parniczky Quartet, tartsanak velem! András, másfél hónappal ezelőtt léptetek fel utoljára Pesten, jól tudom? Sőt, én úgy emlékszem, hogy február közepén, tehát az talán három hónapja? Talán három hónapja, de ez azért volt, mert volt ez a nagyon nehéz helyzet, vagy külföldön működött a zenekar? Nem, tehát ez most, ahogy mindenkit érint ez a helyzet, gyakorlatilag koncertek nem voltak. Én most először most vasárnap játszottam egy vidéki fesztiválon, nagyon nagy élmény volt újra színpadon lenni, és a közönséggel találkozni. Én azt éreztem egyébként, hogy a közönségnek is nagyon hiányzott. Nyilván nekünk is hiányzott. Mentálisan azért nagyon lenyomja az embert, ugye? Tehát, hogy... Nyilván nagyon különböző, hogy ezt a zenészek hogy tudják feldolgozni. Én élsportoló voltam 15 éves koromig, bozaszó fegyelmezett vagyok, és az úgynevezett forma időzítés, abban elég jó vagyok. Úgyhogy én végig gyakoroltam, nagyon sokat írtam. És készültem arra mentálisan, hogy egyszer csak lesz egy olyan pont, amikor azt mondják, hogy lehet játszani, és akkor nekem meg kell próbálni topolni. Azt mondtad, hogy elkezdtél dolgozni közben. Ez már egy kész projekt lesz, vagy már kész van, vagy még alakuló félben van még mindig? Tehát nem volt elég idő ahhoz? Két dolog van, ami most paralel fut az életem. Írok egy doktorit, aminek a tematikája kapcsolódik ehhez a mai koncerthez, mert hogy a Bartók zenéjének a hatását kutatom a jazzbe és az improvizatív zenékbe. Nyilván ez az időszak ez arra nagyon alkalmas volt, hogy sokat kutassak és írjak. Illetve jövőre lesz 20 éves az én másik zenekarom, a Nigun. Bármennyire furcsa is ezt kimondani, és oda egy lemez anyagot komponálok, aminek egy része készen van, egy része meg most készül.